280 fővel zajlik városunkban a start munka és a közfoglalkoztatás, amelynek részleteit Molnár Páltól, a Városgondnokság igazgatójától tudtuk meg. Március elején indult a start munkaprogram, valamint a hosszabb távú közfoglalkoztatás. A két program 280 fővel működik. Március elejével elindult a start munkaprogram, valamint a hosszabb távú közfoglalkoztatás, és ez két önálló program, amely keretében 280 fővel működik az ez évi közfoglalkoztatás. Mi teljes gőzzel dolgozunk, 95%-os a föltöltöttségünk, természetesen van még néhány helyünk, ahova várjuk a közfoglalkoztatásban részt venni kívánók jelentkezését, de nagyon jó a föltöltöttségünk, és hogy említettem, dolgoznak a egyes programokban. Bennünket is érint természetesen ez a koronavírus járvány, viszont talán bennünket kevésbé, mint más ágazatokat. Megértették az itt dolgozók, hogy a védőfelszerelések fölvétele is használta mellett ezek a programok végig vihetők, és ehhez is igazodott a Városgondnokság. Ellenőrzést is kaptunk már természetesen, ahogy ez lenni szokott a program indítása elején, de rendben találtak mindent, és gratuláltak ahhoz, hogy ilyen nagy létszámmal újra el tudtuk indítani a közfoglalkoztatást. A programban résztvevők a reál és versenyszférában, azaz az elsődleges munkaerőpiacon nem tudnak elhelyezkedni, így őket célozták meg, hogy ne segélyekből, alkalmi munkákból éljenek, hanem tisztességes, bejelentett munka mellett tudják a hétköznapi költségeket megteremteni. Látva azt, hogy azért vannak olyan emberek, akik a reálszférába, a versenyszférába, az elsődleges munkaerőpiacon nem tudnak elhelyezkedni, vagy nem is kívánnak elhelyezkedni, és ezt a társadalmi réteget céloztuk meg mi arra, hogy ne segélyekből, ne alkalmi munkákból éljenek, hanem egy tisztességes jövedelem bejelentett munka mellett tudják a hétköznapi költségeket megteremteni. A programnak vannak értékteremtő és fenntartó alprogramjai. Közterületi programra, utak kátyúzása, mezőgazdasági program, kertészet. Több programot is indítottunk a Start Munka programon belül, ezek természetesen igazodtak az előző évekhez. Vannak értékteremtő programjaink és vannak fenntartó programjaink is, gondolok itt a közterületi programra, ahol is a közterületek rendbetétele, közterületek fenntartása az elsődleges cél, természetesen az utaknak az állapotát sem elhanyagolva. Erre is sikerült a közmunkaprogram pályázaton keresztül aszfaltozásra forrásokat nyerni, ez évben egy 25 millió forintos keretösszeg áll aszfalt vásárlásra rendelkezésre. Ha járjuk az utcákat, láthatjuk is, hogy elkezdődtek már a aszfaltozási munkák, próbáljuk ez év közepére, június-júliusra, hogyha egyéb korlátozást nem vezetnek be a járvány miatt, befejezni a kátyúzási munkákat, de természetesen ez nem lesz 100%-ban elvégezve, mert újabb kátyúk keletkeznek a közlekedés folyamán, de ezeket is próbáljuk kijavítani. Mezőgazdasági programban is indultunk természetesen ebben az évben, 25 fő. Van egy durván 2 hektáros kertészetünk, ahol gyümölcs és zöldségtermesztés folytatunk. Az ültetési, növényápolási, növényvédelmi munkáknak a végéhez közeledünk. Természetesen nagyon jótékony hatású volt az elmúlt időszakban tapasztalható, mint egy 10 milliméteres csapadék, de azért, hogy csökkentsük a mezőgazdaságnak, a növénytermesztésnek a kitettségét, annak idején, amikor a pályázatot beadtuk, öntözhető területek kialakítására adtuk be a pályázatunkat, és már az öntözésnek a lehetőségével is éltünk, tehát öntözni kellett, keresztöntözést kellett végrehajtanunk, és nagyon szépen kikeltek a növények. Üvegházunk is van, elmúlt években sikerült pályázati keretből egy üvegházat kialakítani, ahol a palánta nevelés történt meg. Az idő, ahogy egy picit jobbra fordul, fagymentes napok következnek majd, akkor kezdődik meg a palántáknak a kiültetése, amelyek most ilyen pillanatban az üvegházban nevelkednek és növekednek. Folytatódik a belvízrendszer karbantartása is. Ez a program, ahol nagyon nehezen tudták feltölteni a létszámot, szakembereket, szakmunkásokat szinte nem is találtak. Itt is megkezdődtek már a munkálatok, az utcákon láthatjuk, hogy karbantartási, felújítás és építési munkákat hajtunk végre. Talán ez az a program, ahol nagyon-nagyon nehezen tudtuk föltölteni a létszámot. Szakembereket, szakmunkásokat viszont szinte nem is találtunk, tehát kénytelenek vagyunk betanított segédmunkásokkal azokat a szakipari munkákat is elvégezni, amihez viszont nagyon-nagyon kellenek a szakmunkások, de hát most egy ilyen munkaerőpiaci helyzet van. A térkőüzem is dolgozik a városi beruházásokhoz, és ide új gépbeszerzése is folyamatban van.
Jelen pillanatban nem terveztünk térkövezést, ugyanis le vannak kötve a térkő tartalékaink, és az újaknak a előállítását is már a város lekötötte a különböző városi beruházásokhoz. Természetesen maga a térkőgyártás az március óta folyik, olyannyira, hogy jelen pillanatban egy új gépnek a beszerzése is folyamatban van.